A Pécsi Tudományegyetem adott otthont az EDÜK Európai Egyetemi Szövetség vezetői ülésének. Az EDÜK, ez a European Digital University elnevezésű 8 tagból álló Európai Egyetemi Szövetség, amelyik az újabb 4 éves szakaszát kezdi meg az együttműködésnek. Az európai szint, az Európai Bizottság úgy gondolta néhány évvel ezelőtt, hogy erősíteni akarja az európai egyetemek versenyképességét globálisan, és egyetemi szövetségeket finanszíroz. És mi rögtön a nulla ponttól ebben a szövetségben találtuk magunkat, mint alapítók, most pedig már 8 taggal rendelkezik maga a szövetség, és a szövetség vezetőségi ülésére kerül sor Pécsett. Nagyon fontos találkozó ez újból, ugyanis január közepén elindult az újabb időszak, újabb időszámítás. Ugye 3 éves volt az előkészítő időszak, és most ez egy újabb 4 éves időszak, amelynek ez egy nagyon fontos meghatározó tanácskozása. Január közepén a spanyol partnerrel indítottuk útjára az újabb időszámítást, és a mai és a holnapi meetingen pedig konkrét témákat fogunk megvitatni. Ezek között például az egyik az, hogy hogyan lehet létrehoznia majd ennek a 8 egyetemnek egy önálló jogi entitást, és hogyan lehet megfogalmazni egy olyan keretet, amelyben hosszú távon, akár 10 években mérhető értelemben hosszú távon nagyon szoros együttműködéseket tudunk megvalósítani. EDÜK is a very new. Ez egy vadonatúj módja az európai egyetemek közötti együttműködésnek, amely lehetőséget ad arra, hogy egy újfajta tudományos gondolkodás és tevékenység irányába alakítsuk át az egyetemet. Úgy hiszem, hogy az EDÜK nagyszerű jövő előtt áll, hiszen a jövőjének záloga mind a hallgatók, mind az oktatók, mind pedig a dolgozók közötti gördülékeny együttműködés a szövetség 8 tagja közötti cserekapcsolat szintjén.